hallani, hogy mit beszélnek a gyertyák. Azt mondta az első, én vagyok az öröm, de az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni. És néhány pillanat múlva csak a füstölgő kanócot lehetett látni. Adventi mesét hallgatnak a második C-osztályosok a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában. Advent és karácsony közelettével a két tannyelvű osztály tanulói már napok óta az ünnepekhez kapcsolódó verseket, dalokat sajátítanak el német, illetve magyar nyelven. Csizmadi Jané, énekes Piroska, német nemzetiségi tanító azt mondja, a pandémiás időszakban még fontosabb, hogy a gyerekek az iskolában is hasonló ünnepi hangulatban részesüljenek, mint otthon a családi körben. Advent ugye ebben az időszakban, ebben a járványos időszakban szerintem még sokkal fontosabb, hogy a család együtt legyen az adventi gyertya mellett, az adventi koszorú mellett a gyertya fényénél. Egy picit üljünk össze és beszélgessünk, még ha kis családi szűk körben is tudunk. És itt az iskolában is ugyanezt csináltuk. Van is nekünk adventi koszorunk, ami meggyújtottuk már a második gyertyát is. A gyerekek énekeket tanulnak, rengeteg német, magyar éneket, és verset is tanulnak németül és magyarul az adventi időszakban, és készítettünk is adventi naptárat. Teljes dobozokat festettünk be, és ragasztottunk rá szép karácsonyi motivumokat. Az advent számomra nagyon fontos, én otthon a házamat, a lakásomat is feldíszítem kívül belül, szép pirosra, nekem a piros az advent színe. Igazán. 1838-ban egy protestáns lelkész találta ki az adventi koszorút, amikor gyermekotthonban, egy csilláron fehér és piros gyertyákkal díszítette a koszorút. Piros gyertyákat helyezett el a hétköznapokra, és fehéreket helyezett el a vasárnapokra. Ma már ugye csak a négy gyertya tükrözi a négy adventi vasárnapot. Mivel ott a gyermekotthonban a gyerekek nagyon-nagyon várták már a karácsony eljöttét, mert akkor kaptak ajándékot, evel a gyertyával jelezte az idő múlását ez a protestáns lelkész. És elsősorban igazából az evangélikus egyházban terjedt el, úgy 200 évvel ezelőtt ez az adventi koszorú és az egész adventi időszak ünnepe. Aztán később, 100 évvel később más keresztény egyházak is átvették ezt az ünnepet, és most már az otthonok ünnepévé vált, díszévé vált az adventi koszorú. Az adventi koszorúról azt lehet még elmondani, igazából a templomot összeköti a családdal. Ez egy összekötő kapocs, és ma már mindenféle adventi koszorú létezik, mint a miénké is az iskolában, például fenyőtobozból készült. A nagy iskolai, az pedig fenyőágakból, és azon rajta három lila és egy rózsaszín gyertya van, amit a katolikusok szoktak így állítani, és a harmadik rózsaszín gyertyát gyújtják meg a harmadik adventi vasárnapon. És így várjuk a megváltó eljövetelét december 24-éig. Gergő és Luca örömmel számolt be arról, hogy eddig mit tanultak az ünnepről, és milyen díszeket készítettek. Az, hogy várjuk a kis Jézus születését. Készítettünk egy gyönyörű szép adventi naptárat. Lángra gyúl az első gyertya, nézd, hogy táncol a fénye. Ragyogása hitet ébreszt minden ember lelkébe. A pedagógus szerint hangsúlyos, hogy a gyerekek megismerkedjenek az ünnepek és azok szimbolikájának történetével. Szerintem fontos, hogy azért ismerjék, és minden évben szinte elmeséljük nekik, csak mindig kapnak egy picit több információt. Szerintem fontos nekik az, hogy ez már 200 évvel ezelőtt történt, hogy gyermekotthonban volt ez a dolog, és hogy közel áll ez hozzájuk, mert gyerekekről szól, és az adventi koszorú is közel áll hozzájuk, mert ők is készítettek egyet. Igaz, hogy csak papírból és beragasztottuk a füzetbe, és szerintem ez fontos, hogy ők ezt tudják, és otthon továbbadják és meséljék. És otthonról pedig újra a szülők is mesélnek nekik, és tényleg a gyerekek az iskolában elmondják, hogy van otthon adventi koszorú, anya mesélte, hogy most hogy kell meggyújtani, meg mit kell csinálni vele. Én szerintem fontos, hogy otthonról is, és az iskolából is ezt támogatást kapjon.